Különböző kulturális, vallási, társadalmi és gazdasági háttérrel rendelkező fiatalok látogattak el Vajdaságba, hirdetni a kulturális és nyelvi sokszínűséget. Na, az a célja neki, hogy kiemelje a falusi fiatalokat, és valamint a környezetvédelem tudatosságát szeretnénk felhívni a figyelmet. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon élvezik a fiatalok, és nagyon is szükség van arra, hogy ilyen kézést szervezzünk. És ennek a kézésnek is hallottunk olyan visszajelzést erről a helyi akcióról, nagyon-nagyon várják hogy tani emberek, hogy most miért folyik itt, miről is van szó. Az egyhetes projekt során a négy országból érkezett önkénteseknek lehetőségük volt bepillantani Szerbia és Szabadka kulturális életébe. Ennek rengeteg aspektusa van. Mi azért vagyunk itt, hogy tanuljunk egymástól. Tehát négy országból vagyunk itt önkéntesek, és a társadalmi befogadásnak rengeteg aspektusa van. Tehát lehet beszélni a kisebbség tanulási problémáiról az oktatásban, vagy bármilyen formában, hogyha kirekesztünk valamilyen embereket, hogyan tudunk egy kicsit jobb, más formában, jobb formában együtt élni. A szervezők azt remélik, hogy a jövőben egyre több fiatalt sikerül bevonni az önkéntességbe.